Az autonómiával látszólagos ellentétben van a társas szükséglet, de ezt is ismerjük a börtönökből, tehát ugye az egyik lehetőség egy jó nagy cella, ahol mindig valami hülyeséget nyomnak, a másik lehetőség meg a magánzárka, ami ugyancsak gyötrő dolog. Tehát a társas szükséglet is nagyon erős szükséglet. Na most ez a társas szükséglet, ezt már említettem, hogy mennyire fontos, hogy mi mint pár jelenjünk meg mások előtt. Hát igen, csak hogyha összeköltözünk a mi kis kuckónkban, akkor ugye ez visszaszorul, mert nem tudunk párként megjelenni mások előtt, ezért elbizonytalanodunk abban a visszajelzésben, hogy mit gondolnak rólunk, milyenek vagyunk mi mint pár. Viszont a Hermina a kést azt mindig az élével lefelé teszi el, emiatt kicsorbul. A Alajos meg, most csak olyan közhely jut eszembe, mint a WC-deszka, de hát ezek vannak, tehát az összecsiszolódásnak ezek a dolga, és ezek végtelenül el tudnak bizonytalanítani minket, mert hogy más a lépték, tehát hogyha mi megjelenünk valahol, mint pár, és ott jól érezzük magunkat, és azt a visszajelzést kapjuk, hogy milyen aranyosak vagyunk, akkor tök mindegy, hogy a Lajos lehajtja a WC-deszkát, vagy nem. Még ülve is pisilhet. De otthon, hát ez átkalibrálódik a dolog, és elkezdjük egymást ilyesmi mérni. Ez a veszélyes az összecsiszolódás időszakán. Meg az is veszélyes, hogy a társas igény az túlmutat az egyetlen társ. Tehát az egy párkapcsolati igény, ami a másikkal van. A társas igény pedig az, hogy mindazok, akik fontosak számomra, mindazok, akiktől visszajelzést, megerősítést, elfogadást várok, például és különös tekintettel a párkapcsolatomra, azok elkezdenek hiányozni. Ezért a Lajos szeretne visszamenni focizni meg a kocsmába, vagy sörözni. A Hermina meg olyan szívesen megbeszélni a barátnőivel, hogy te szerinted az normális. De ehelyett, ugye hát ott van az a nagy kényszer, végre együtt lehetünk, most mit jelsz te a barátnőidhez, meg tényleg anyát fogja irányítani a mi életünket? Meg tényleg minden órában föl kell hívni a nővéredet? Szóval, hogy elkezdenek ezek a mechanizmusok működni, amikből aztán kialakul valami, ugyancsak egy feszültség, mert hogy tehát a párkapcsolat, meg a társas igény, az elfordulás, meg az autonómia, ezek összekeverednek, és elbizonytalanodtanak. Pedig fontos a hamarosan elkövetkezendő következő időszakra, hogy ez mind a kettő nagyon, nagyon erős igény.